Köszöntöm a kedves nézőket! A Weekend második részét is most egy játékkal kezdjük. Ezúttal a Varázsének című március 4-i interaktív gyerekkoncerttel lehet páros belépőt nyerni a Váci Mihály Kulturális Központban. A kérdésünk pedig az, hogy ki volt legutóbb Kürti László vendége a Költők egymás közt című esten. A Facebookon várjuk a helyes válaszokat, amihez a következő bejátszás nyújt majd egy kis segítséget. A Kürti László sorozatának az a cím, hogy Költők egymás között. Ám ön költő is, prózaíró is, drámát is ír. Melyik áll önhöz a legközelebb? Az az igazság, hogy nem tennék így különbséget. Mindig azt szeretem, amit éppen írok. Legnagyobb kincs az, amikor verset tud írni az ember, mert az egy speciális érzelmi szituáció, amikor sikerül. Prózával úgy napi szinten meg vagyok békélve. A dráma az meg olyan, hogy hát ha van szerződés, akkor lesz dráma is, ha nincs szerződés, akkor drámát nem írok. Általában a novelláimat szoktam alapul venni a drámaíráshoz. Amúgy szeretek drámát írni, szívesen írok, de művészileg kevésbé érdekel, vagy inkább azt mondom, hogy nem annyira elsődleges. Tehát, hogyha valamit látok, valamit meg akarok fogni a világból, vagy fel akarok építeni egy világot papíron, akkor elsősorban inkább a próza jut eszembe. Ősszel az egyik drámáját díjazták is a Magyar Dráma Napján. Igen, aminek így mindig nagyon örülök, mert ezt a drámát játsszák, és ez egy olyan dráma, ahol ugyan 5 szereplő van benne, de egy női szereplő, Mészáros Sára viszi a hátán az egész darabot, a szövegnek majdnem a 90%-át ő mondja, és általában, hogyha egy drámát díjaznak, az átcsúszik az előadásra is, és az nagyon nagy kockázat, amikor egy színész ekkora terhet vállal magára, és úgy öröm az, hogyha ezt egy picit egy díj megsegíti. Ön szerint hogyan lehet a fiatalokhoz, akár az általános iskolásokhoz, akár a középiskolás korosztályhoz közelebb vinni az olvasmányokat? Nagyon sok vita van arról, hogy mit olvassanak, jók-e a kötelező olvasmányok. Mit gondol ön erről? Nekem az a véleményem, hogy nem értek ehhez a dologhoz, és ehhez nyilván oktatási szakembereknek kell majd vitát nyitni. Egyben biztos vagyok, hogyha nagyobb szabadságot élvezhetnének a magyar tanárok, hogy mit olvastatnak a diákokkal, akkor rögtön ahhoz a közösséghez tudnák idomítani az olvasmány összeállítást, amit tanítanak. A tanár tudja legjobban, hogy kikkel áll szembe, hogy mit lehet rajtuk átvinni. Úgyhogy én az egyik legfontosabb dolognak azt tartanám, hogy egy nagy flexibilitás a kötelező olvasmányok terén a tanárok számára. Ez rettenetesen fontos volna. A másik, ami fontos, hogy valahogy megérteni, hogy olyan korosztályok nőnek fel, amelyek számára írásbeli közlés mellé sok másfajta közlés a világról beépült, hogy ezeknek mi a súlya, és semmiképp sem belemenni abba a játszmába, hogy jaj, ti nem olvastok eleget, mert csak filmeket néztek, képeket néztek, stb., hanem felfogni, hogy ezeknek a úgymond élményhordozóknak mi a jelentősége az ő gondolkodásukba. Hát az a baj, hogy én a Gutenberg világból jövök, tehát nekem az írott szó az mindennél fontosabb, és én olyan típus vagyok, hogy mondjuk nézzük a gyerekeimmel a tévét, kapcsolgatjuk, hogy egy jobb műsorra és jobb műsorra lejjünk. Ha nem nálam van a kapcsoló, addigra, mire én felfogom, hogy melyik csatornát nézzük, addigra már 3 csatornát átváltottak, mert ők azonnal fogják azt a képiséget, amit látnak. Tehát én velük szemben valamiben le vagyok maradva, van, amiben jobb vagyok, de hozzá kell szokni, hogy ez a világ egy kicsit átalakul. Az is egy melléfogás, hogyha azt gondoljuk, hogy a mi korunkban az emberek sokkal-sokkal többet olvastak. Lehet, hogy így van, mert nem volt csomó más eszköz, de az biztos, hogyha én visszagondolok a gimnáziumi éveimre, valójában jó cuccot az csak a gimnáziumi osztály nagyon szűk rétege olvasott. Egy másik rétege olvasott Ponyvát, ami mondjuk az, hogy Ponyva egy szappanopera a televízióban, és egy harmadik része ugyanúgy nem olvasott, mint ahogy most sem olvas. Tehát ezzel is számot kell vetni, tehát hogy ne idealizáljuk túl a múltat, mert akkor nem tudunk reális következtetéseket levonni a jelenből. Úgyhogy valahogy olyan konstruktív gondolkodást tudnék ezen a területen elképzelni, de én nem értek hozzá, meg mert túl öreg vagyok. Tehát nehéz egy olyan figurának erről véleményt mondani, aki úgy írja be az SMS-t, hogy mire véget ér a mondat, addigra azt a mobil típust már le is váltotta a gyártót. A bőrnek már lőttek.
mondta a test egykedvű őren. Semmire nem megyünk a méregdrága francia kenőccsel. Közelről szörnyű, de nem néz ki jól messziről sem. Hiába utazni hosszú pihenőre, nem reagálunk már se vízre, se hőre. Hát igen, a bőrnek már biztosan lőttek, miért hazudna a test egykedvű őre? Mi mégis a konyhában a hűtőnek dőlve úgy teszünk, mint aki először bukkant férfira és nőre. Kedves nézők, folytatjuk világ körüli utazásunkat. Van egy afrikai ország, ahol a beavatási szertartások zenéjének és a maszkos táncoknak nagyon-nagyon fontos az szerepe. Ez az ország pedig Angola. Következő vendégünk innen érkezett, ebből az országból. Jó estét kívánunk! Szia! Jó estét kívánunk! Hát lassan azt mondhatjuk, hogy már te is nyíregyházi vagy, hiszen ugye már 2 éve vagy Magyarországon, és tavaly érkeztél Nyíregyházára. Igen. Milyen apropóból? Hogy kerültél ide Európába? Jól. Itt jöttem Európába, mert kaptam egy ösztöndíjat, és ezért itt vagyok. Ugye ennek az ösztöndíjnak a pontos neve Stipendium Hungaricum. Igen. Kik pályázhattak, és egyáltalán mi a célja ennek az ösztöndíjnak? Magyarországról kell tanulnod, vagy neked kell Angolát itt egy picit megismertetni a magyarokkal? Nem. Ez az ösztöndíjról benne nem csak Angola, hanem egész Afrika. Szerintem 50 ország lehet keresni sok diák, aki jobban vagy okosabb, lehet ott jönni és tanulni itt. És nem csak én vagyok itt, vagyunk 24 most, tavaly voltunk csak 14, most 26, körülbelül 26 diák vagyunk itt, tanultunk itt, diplomáciából jöttünk. Ezért itt vagyok. Ugye egyébként te gépészmérnök vagy leszel. Igen. Itt mielőtt Nyíregyházára érkeztél, gyakorlatilag a magyar nyelvvel ismerkedtél, és éppen itt a kollégáimmal megjegyeztük, hogy nagyon-nagyon szépen beszélsz magyarul, annak ellenére, hogy még csak nagyon rövid ideje tanulod ezt a nyelvet. Itt a Weekend stúdiójában azt gondolom nagyon ritka vendég egy angolai, nem tudom, hogy mi a tapasztalatod, hogy néznek rád itt Nyíregyházán? Hát igazából jól érzem, mint otthon, mert ahol születtem a város, mint a Nyíregyháza is, nagyon nem, az ember nem zajos, a város is, és nagyon-nagyon türelmes város. Itt jól érzem, mint otthon. Nem, csak van kicsit különbség, tudom, mindenki tud nézni az időjárás. Igen, ez nagyon-nagyon nehéz. Alapvetően azért az angolai időjárás is elég szélsőséges. Ugye, ha azt nézzük, akkor egy országon belül gyakorlatilag nagyon sokféle és különböző éghajlatok vannak. Ez hogy néz ki? Elindulsz mondjuk egy viszonylag kellemes 18-20 fokos helyről, és eljutsz a sivatagba néhány óra leforgása alatt? Hát ez attól függ a hely, például ahol születem, a legkevesebb fok ez 17. Uh-huh. És akkor most fázol, ugye? Hát nagyon. Jól érzem itt. Hiszem is, a jövő héten még hidegebb lesz, úgyhogy öltözz fel. Mindenki mindig mond ezt. Ez nem tudom, mit fogok csinálni. Hát fel fogsz öltözni, beülsz egy kályha mellé, fogsz egy jó nagy bögre, nem tudom, teát, vagy valami rumos teát. Egyébként alkoholt szoktál inni? Vagy nem. Sajnálom, nem. De hát nem tudok mindig az utcán maradni, mindig bent vagyok, vagy az egyetemben vagyok, vagy egyetemben, stb. Nem tudok mindig menni a sok hely.
Közben itt a nézőknek mutatunk egy pár felvételt. Ilyenkor összecsavarodik a szíved? Van nosztalgia, honvágy, vagy bármi, amikor látod, vagy inkább valamiféle nagy öröm, hogy de jó, hogy én itt születtem, és itt ezekkel az emberekkel is meg tudom ismertetni, hogy milyen gyönyörű helyről jöttem. Hát Angola nagyon-nagyon jó hely. És ugye azt gondoljuk, hogy hú, biztos ott ti éheztek meg minden, hát sajnos valljuk be, ilyen sztereotípiák itt az európai emberben is vannak, mint ahogy Amerikában lehet azt hiszik, hogy mi még lovaglunk valahol, és a nyereg alatt puhítjuk a húst, tehát tényleg csodálatos ország, és ahogy olvastam azért, meglehetősen drága is nekünk magyaroknak például. Nem. Nem? Nem. Az élet ott nagyon olcsóbb. A főváros kicsit drága, de ahol születtem, vagy másik város, nem drága, hanem túl olcsóbb. Mert nekünk egy hónapka van, ha valaki befejezik a gépszmérnök, $80,000 kapott egy hónapka van, és lehet jobban élni ott. És ott jó hely. Nem, például fogok befejezni, nem tudok választani, hogy itt fogok maradni, vagy másik ország, tudok, nem, szeretnék nagyon vissza. Tehát szeretnél hazamenni. Igen, igen. Ott jobb az élet. Van-e valami, amit szívesen hazavinnél Afrikába, innen Magyarországról, Európából, bármi érzés, tárgyak, akármi, amit igen. Most megtapasztalsz? Itt van például a kukorica. Hát van kicsit különbség, szerintem itt a kukorica kicsit ides, de jobb, mint ott is. Csirk, rizs, van néhány dolog, hogy emlékeztem is. Itt bonyolult találni, van egy piac, ahol tudunk találni néhány afrikai ételeket ott tudunk találni is. Említetted, hogy most, ahol laksz, ott gyakorlatilag már lett egy kis családod. Igen. És akkor ez mennyire nemzetközi ez a család? Kik vannak benne? Ja, igazából van magyarok, török, van igen, magyar, török, hát van polák. Lengyel, igen, van sok. Hát figyelj, akkor nagyon multikulturális vacsorákat rendeztek. Mit tesztek? Igen. Mindenki főz valamit, vagy hoz egy kis hazait? Igen, néhány nap ezt csináltunk. Hogyha valaki most Angolába szeretne utazni, annak mit javasolnál? Olvasson hozzá, adjon be magának valami védőoltást, hogyan kell felkészülni egy angolai kalandra? Hát, ez bonyolult választani. Bonyolult választani? Igen, bonyolult választani. És milyenek lesznek az emberek, mire számítsunk, hogyha turistaként érkezünk Angolába? Hát, nálunk van sok-sok szép hely, ahol tudunk nézni. Van tengerpart, van nem csak egy város van tengerpart, sok város van tengerpart, van egy alatt, antilop alatt, palanka negra, csak ott él, és csak ott van. Egész világ nincs, csak ott van. És milyen számban? Tehát nem veszélyezteti mondjuk a kihalás még ezt a fajt? Nem, hát ez mint bármelyik ország, van kriminális ember. És de ott volt régen, nagyon volt, mert a háború nagyon hamarabb befejeztél, és ez volt probléma. Csak most, szerintem 2012, mindent vég. Hendes ország most. Nagyon szép. Egy utolsó kérdés. Gondolom hallottál arról a szóról, hogy hungarikum. Tehát ami ugye jellegzetesen magyar dolog. Mi az, ami neked a legjobban tetszett, vagy a legjobban ízlett, ami a mi magyar termékünk? Ja. Hát az első dolog, magyar nagyon barátosság ember. Ez egy dolog, hogy nagyon tetszik nekem. És nem rasszista ember, nem. Jól nép, és nem mint más nép. Tehát úgy gondolod, hogy barátságosak nagyon. Vagyunk,
Ez igen. Egy igazi magyar-hungarikum a barátság, és az ízekben, az ételekben esetleg valami speciális magyar, van, ami nagyon jó. Gulyás levest, van, hát van sok, sokat tettem, de csak nem tudom jobban a név. Uh-huh. A túró rudit ismered? Ismerem, nagyon-nagyon finom. Azt is szeretem. Igen, nagyon. Na, a következő vendégünkkel a túró rudiről is be fogunk beszélgetni, ő magyar lesz. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, nagyon örülünk neki. Én is nagyon. És érezd jól magad itt Nyíregyházán továbbra is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nos, akkor mindjárt jövünk vissza az igazi hungarikummal, a túró rudival. Listei Attila, koreográfus, néptáncos, pedagógus, vőfély, nagyon sokféle titulust sorolhatnék föl, de hogy Túró Rudi szakértő lenne, vagy sem, ezt eddig nem tudtam. Szia Attila! Szervusz! Hát ugye egyrészt a Túró Rudi az nem is hungarikum, de mi teljesen úgy kezeljük, hogy ez a miénk, de neked vannak információd, mert hogy milyen érdekes, tudsz tényleg valamit a Túró Rudiról? Hát, hogy hungarikum-e vagy sem, az döntsék el, akik kitalálták, ezt én nem tudhatom. Az, hogy kinek a tulajdonában van, arról már hallottam, de az nem ide tartozik. Az biztos, hogy az én kedves régi szomszédom, Selmeci Béla, aki élelmiszer mérnök barátom, amikor velem a kerítésnél találkozott alkalmanként, vasárnap délutánonként, amikor én a vőfékerést befejeztem, és valami jó kis lagzis pálinkával megkínáltam, akkor ő mindig elmesélte, hogy éppen melyik fajta túrórudit kísérletezte ki ott Máté Szalkán, a betonbunkerben. Uh-huh. És akkor így felkaptam a fejem, hogy milyen betonbunkerről beszélsz. Hirtelen azt hittem, hogy ugye a szomszéd faluban volt egy ember, aki ott épített betonbunkert a általa bekövetkezésre ítélt világháború miatt, mert most nem emlékszem jármiben, azt hiszem igen, volt igen, ez igen. A tudjuk fickó, ez az a vasúti sinát. Kérem, kapcsolja és akkor... ki a kamerát, aki igen. A vízből nyerte ki az oxigént, akár. Ugye? Igen. Így van. Először azt hittem, hogy erről van szó, de aztán elmondta, hogy ez nem más, mint a jogvédelem, tehát hogy az ipari titok védelme volt, hogy ők valóban egy olyan beton szarkofágban dolgoztak, hogy se kisebbet telefonálni nem volt szabad, és amikor elkészült a termék, az még megnevezés nélkül, ilyen kis alufóliában, uh-huh. Mint egy leporello jelent meg a két kerítésnél, és mondta, hogy vegyél le egyet belőle, ilyen lesz a következő, úgyhogy valószínűleg... Igazi beavatott voltál. Így van. Az új Túró Rudik első kóstolója, az lehettem én is. Na hát Attilám, ugye itt egy ilyen nagy utazás végén hazaérkeztünk a Kárpát-medencébe veled. Végre. Aki ugye, hát éled is a magyar kultúrának sok-sok szeletkéjét, és te olyan ízig-vérig magyar fickó benyomását kelted, nem csak az esküvőkön, mint vőfély, és nem csak a színpadon, vagy a tánc közben, hanem ahogy így rád tekintünk. Azért hívtunk ide elsősorban, hogy egy kicsit a kis hazánkat is dicsérjük, mert vágyakozunk, sóvárgunk, egzotikus dolgokra vágyunk, és sokszor ugye ki se tudunk bújni a munkánkból, a telefonunkból, tehát azt se látjuk, ami körülöttünk van. Hogy látod te ezt a problémát, vagy az-e egyáltalán ez? Előre bocsátom, hogy konzervatív véleményekre számít, nyilván egyrészt koromnál, tapasztalatomnál és magyar érzelmeimnél fogva. Egy biztos, hogy a korábban is látott két adásban bemutatott tájak, a gyönyörű szép távoli Tajföld és Angola mellett, én akkor is azt mondom, hogy a Kárpát-medencénél úgy sincs szebb, és ez így is marad. Nem csak elfogultságból mondom ezt, hanem az elmúlt mondjuk 40-50 év, amit már gyermekként és felnőttként megéltem. De természetesen azt én látom és értékelem, hogy a mai fiataloknak több lehetőségük van, hát csak azért, mert egyszerűen már a közlekedés sokkal egyszerűbb, olcsóbb is, és pillanatok alatt, néhány óra alatt el lehet repülgetni a legelső tengerig. Én egyet tartok csak fontosnak, hogy vigyázni kell arra, hogy mit nevezünk maradandó élménynek. Tehát ha csak gyűjtögetjük és mindig megpróbáljuk fokozni úgymond az élmény injekciót, az nem fog összejönni, hiszen sosem lesz a miénk. Tehát vagy azért fogunk csodálkozni egy tengerparton, mert ritkán látjuk, de hát nem tehetjük magunkével, nem hozhatjuk haza, nekünk vissza kell idejönni, és mondjuk én, aki annak idején a Nyírségtánc Együttessel, később az Iglicésekkel, most a családommal, három gyermekemmel valahova megindulok, mindig az a legszebb, amikor visszatérünk. És ez nem változik.
úgy sem, hogy nincs időm arra, hogy a Kárpát-medencében gyönyörködjek. Még kellene 2-3 emberöltő, hogy ez megtörténjen, mert amikor eljutok valahova Felvidéken, Erdélyben, Kis-Magyarországon, Délvidéken, abban a pillanatban tudom meg, hogy mennyi, hova nem jutottam még el, és mennyi mindent kellene még az ott élő embernek az tudásával, az ott élő embereknek az örökségével együtt, mint táji örökség, mint kulturális örökség velük együtt megélni. Tehát az, hogy ott vagyok valahol a világban, és gyorsan lefotózom, és hazajövök, hát ez talmivá válik egy idő után, ott lesz valahol egy mappában. De hogyha én valakivel megismerkedek Csíkszentdomokoson 1980-ban, és bemegyek hozzá, ma is tudom, hogy úgy hívják, hogy Szekeres Zoli bácsi, aki megmutatta nekem az egyetlen kis disznókáját, és azt mondta, hogy ha legközelebb jövök, hozzak patkószeget, gyökérkefét és moshatot. Erre ma is emlékszem, már nincs egyik se a piacon talán. És ezek az igazi élmények, és azt mondta, hogy ne haragudj, Attila, de nem tudlak a házamnál fogadni, mert Ceausescu idejében nem volt szabad. Mm-hmm. Kint aludtunk valahol a Hargita tövébe egy hűtetlen kis kaibába, úgyhogy a fagyhalál küszöbén voltunk. De akkor láttuk először a Hargitát, és tudtuk, hogy vissza fogunk menni. Aztán jött a Madarasi Hargita, és a Madarasi Hargita után azt mondtuk, hogy fel kéne menni a Kárpátok minden bércére, és erdélyi jó barátaim segítségével ez meg is történt. És milyen furcsa az élet, és milyen szép a Kárpát-medencében élő emberekkel való rendszeres találkozás, hogy azok a székely barátaim, akik elvittek gerinctúrákra bennünket, főleg a nyírséges fiúcsapatot, velünk korabelieket, mi pedig innen Nyíregyházáról vittük őket be székre, például a Táncház ős hazájába, meg Gyimesbe, a bálokba. Ők, mint székely orvostan hallgatók, nem igazán tudták, hogy szék miért érdekes, vagy egy kalotaszegi legényes mitől szép. Mi innen Kis-Magyarországról vittük be őket ezekre a falusi mulatságokra, miközben ők vittek bennünket a gerinctúrákra. Milyen érdekes. Hát és ezek a maradandók. Igen, amikor igazándiból nem csak földrajzi utazások történnek, hanem belső utazások történnek, még a kultúrának olyan bugyraiba tudsz valakit bevinni, mint egy kézen fogva egy túránál, amire lehet, hogy soha máskor nem jutott volna. Amit mondtál, igen, mappákba kerülnek ezek a fotók, a közösségi oldalakra kerülnek ki ezek a fotók, és ott nehéz eldönteni, hogy irigységet szeretnénk generálni, vagy vágyat, vagy mások is szeretnének oda eljutni, ha mi eljutunk valahová, és azt megmutatjuk a többieknek, miközben ugye sokszor a nyaralások alkalmával is az időnek ezt a fajta szorítását érezzük, hogy jaj, gyorsan menni kell, meg most kajálni kell, meg aztán ki kell feküdni a napra, mert nem is látszik majd, hogy elmentem, tehát tényleg nagyon a felszínen történnek itt a dolgok. Pont azt akartam kérdezni, hogy a te utazásaid közül mik voltak azok, amelyek úgy beleégtek a retinádba, meg ott a Winchesteredbe, ha már itt a mappát elindítottad bennem, mint ilyen szimbólumot, amit soha nem fogsz elfelejteni, ugye a Zoli bácsit a moshattal, voltak-e még ilyenek? Hát hogyne. Nyilván, hogy ne tűnjek túlzottan konzervatívnak, gyorsan azt mondom, hogy a legelső nyugati útunk. Amikor Belgiumban 1984-ben kijutottunk úgy, hogy előző éjszaka legjobb barátoméknak a Lagziában voltunk, ott elment az áram, na erre is fogunk emlékezni, és nem jött vissza. Úgy mulattunk végig, hogy a szakszofonos egyedül, reggelre nyilván halálán volt, egyedül mulattatott bennünket a zuhogó esőbe, sötétbe, korom sötétbe. Éjszaka jött értünk a busz, és elindultunk Belgiumba az első nyugati fesztiválunkra. És ugye akkor még a fotocellás ajtók előtt is többször megálltunk, hogy hogyan tovább. És aztán, mikor egyszemélyes, egyágyas szobákat kaptunk egy katolikus kollégiumban, akkor megint meglepődtünk, hogy úristen, hol vannak a cimborák, mit csinálunk itt. Hogy fogunk egész éjszaka. Így van, és akkor, amit viszont megtanultunk, hogy majdnem minden fellépésünk karitatív okokból szerveződött, elsősorban fogyatékkal élő emberek közé vittek bennünket. Az első 10 perc katasztrofális és egyben katartikus volt részünkre, akkor Magyarországon, ne felejtsük el, alapvetően el voltak zárva ezek az emberek, nem láthattuk őket. Ilyen embereket. És amikor a dankóros fiatalok a táncunk közben odaszaladtak hozzánk, ölelgettek, nem tudtuk első percben, na ebből hogy jövünk ki, eltelt a fél óra, és akkor ugye azt mondtuk magunkról, hogy mit is csináltunk a magyar kultúránkkal, ilyen örömet szereztünk ezeknek az embereknek, és úgy is tértünk vissza,
hogy amikor átléptük a magyar határt, akkor mindig himnuszt éneklünk, ez nem, énekeltünk, ez nem volt kérdés. És akkor érzékeltük azt, amit azóta is, hogy sok csodát láttunk, pávákat láttunk a kerítésen, itthon meg kendermagostyúkot, de vissza kell jönni. És mindazt, amit ott pozitívként láttunk, azt asszimiláltuk a mi életünkbe. A másik nagy élménye ennek, és ez többször is megismétlődött, hogy az a fajta teherbírás, az a fajta kulturális érték, amit a mi táncunk, dalaink, zenénk hordoz, olyan hatást váltott ki már akkor is és azóta is bennük, hogy az első kis visszafogottságunk, hogy úristen, de kicsik vagy, úristen, milyen autójuk van, milyen házuk van. Ez elmúlt egy nap alatt, és utána ők néztek bennünket, ezek mit bírnak, egész éjszaka táncolnak, reggel is táncolnak, délután is barátkoznak, mindent tudnak, és nem akartak bennünket hazaengedni. Na, ezek a változások azok, amik mindig megmaradnak. Például volt egy izraeli utunk 91-ben, sétálgatunk hazafelé, az utcán is halljuk, hogy éneklik a Honti Hannának egy régi operett slágerét az ablakból. Mi a jó ég van itt, ez mindez történik Hajfában, egy modern nagyvárosban. Felnézünk, négy emeletes ház ablakába, és folytattuk a dalt nekik. Kinéznek, gyertek föl. Felmentünk, kiderült, hogy magyar származású izraeli családok mulatoztak ott, bent elénekeltünk még néhány dallamot, és utána szépen megettünk valami ropit, és jöttünk lefelé. És soha nem felejtjük el, hogy ott is valahol megtaláltuk egymást, vagy éppen kihívtuk Izraelben a tengerparton, kihívtuk az ottani muszlim közösséget focizni. Izraelben muszlimokkal mi 3-1-re győztünk, és ennyi. És éltek. És a magyar foci élt tovább. Hát Attilám, köszönöm szépen. Egyébként Izraelben mi is énekeltük az Akácos utat, úgyhogy na, érdekes volt. Köszönjük szépen, és azt kívánom, hogy még nagyon sokszor lépd át a határt valahonnan hazajöve, és érezd azt, hogy jó helyen vagy a világban, amikor hazajössz. Így lesz. Ezt a Túró Rudit meg majd még megbeszéljük, jó? Kedves nézők, mi pedig most már itt, miután egy ilyen rövid kis világkörüli útról visszaérkeztünk a Weekend stúdiójába, arra biztatjuk Önöket, hogy a jövő héten is tartsanak velünk. Hellebrand Enikő és Bab Zoltán új szerkesztőink nevében is köszönjük, és valamennyi kedves munkatársam nevében, hogy most is velünk voltak. Várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!